Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Longauer Andrást hallhatják, ez pedig itt az Ultra Gang legfrissebb adása, itt az Ultrahang Plus YouTube csatornán. Mielőtt belekezdenénk adásunkba, mindenképpen emlékeztetjük hallgatóinkat, hogyha nem tették meg, még mindenképpen érdemes feliratkozni erre a csatornánkra is, hiszen itt is rendszeres és érdekes tartalmakkal jelentkezünk. Most pedig a mai adásunk vendégeit szeretném köszönteni, akik már itt ülnek velünk a stúdióban. Egyik oldalon Zagyva György Gyula, a 64 vármegyei ifjúsági mozgalom társelnöke. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. A másik oldalon pedig Varga Ádám, a Ferrite csatorna tulajdonosa és a Pesti Srácok újságírója, akit szintén nagy szeretettel köszöntünk. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. És hát ma is sok érdekes témát fogunk érinteni, hogy ezt a hallgatóink már megszokhatták, de talán onnan érdemes kezdeni, hogy ugye Magyar Péter hangfelvétel ugye publikálásra került, ugye nagy várakozás előzte meg, és hát talán onnan érdemes kezdeni, vagy legalábbis én onnan szeretném kezdeni ezt a beszélgetést, hogy amikor nyilvánosságra hozta ezt a hangfelvételt, akkor a keletkezési körülményekről annyit mondott, hogy a szükség törvényt bont. Na már most talán ezen az első kérdésem, hogy valóban a szükség törvényt bont, és tényleg elfogadható ez a fajta megközelítés Magyar Péter részéről? Hogy látjátok ennek a kérdéskörét? Mondjuk. Hát figyelj, látom, hogy mondjuk hogy értékelik mondjuk kormány oldalról, illetve ellenzéki oldalról ezt az egész aktust, hogy felvette Magyar Péter a feleségének a mondani valóját, ami nyilván rengeteg kérdést vet fel, de azt látom, hogy e mögé bújva akarják egyébként teljesen annulálni azt a eseményt, hogy konkrétan ott mi hangzott el. Egyébként nyilván teljesen erkölcsileg nyilván elfogadhatatlan, csak mondjuk az én értékelésem szerint ezt úgy lehetne szétválasztani, hogy az, hogy mondjuk Magyar Péter erkölcsileg mit csinált, meg most akkor itt a családon belül bántalmazás, stb. Ugye most már jönnek ezek a vádak, azt majd az akkor érdekes, amikor mondjuk a társadalom tagjai majd eldöntik, hogy Magyar Péter esetleges pártjára, ami még el se indult, csak be van lengetve, majd szavaznak, vagy nem szavaznak. Tehát az az aspektus, hogy mondjuk azon a hangfelvételen, amit most tényleg durva körülmények között vett fel, meg egyébként nyilván erkölcsileg elítélhető, az egyébként száraz a jogilag, amit nem kell vizsgálni. Tehát Magyarországon szabad bizonyítás van, és erről egyébként mint hogyha nem akarnának tudomást venni, hogy egyébként azon a hangfelvételen mi hallható. A Telex cikkét idézném, itt most van pár jegyzetem, nem keresem ki szó szerint, de arról írnak, hogy az egyik elemzőjük konkrétan megállapította, hogy ez még önmagában ez a hangfelvétel nem bizonyít semmit. Illetve hát, a másik, amiben belemennék, ez a Magyar Péter, nem szeretném elbagatelizálni a hangfelvételen a hallottakat, azt is szerintem biztos, hogy azt is ki fogjuk beszélni, de amit mondasz, hogy meg ahogy mondják, hogy felvette a felesége beszélgetését, felvette beszélgetést, én nem ezt hallottam. Én nem azt hallottam, hogy itt most mi, ahogy beszélgetünk, és én leteszem ide a telefont, és ezt rögzítem. Én azt hallottam, hogy előre megfontolt szándékkal információkat húzott ki belőle. És innentől kezdve a kérdés az, hogy a szükségtörvény bont már más még megvilágításba helyezi, mert az, hogy te felveszel egy beszélgetést történetesen az igazságügyi miniszterrel, aki éppen a feleséged, az teljesen más, mint hogyha te a feleségedet konkrétan egy olyan manipulálod, ember, akivel bizalmi kapcsolatban vagy, ilyen asztalra tenyerelős hangsúllyal kihúzod belőle azokat, hogy most akkor mi van. Én nem azt mondom, hogy ami ott elhangzott, mondom, arról is fogunk beszélni, de az, hogy ezt így felveszik, és ez olyan kérdéseket vet fel. Jogos, amit mondasz, és hajlamos vagyok egyetérteni azzal, hogy ez akkor lesz érdekes, amikor majd Magyar Péter mint politikai tényező jelenik meg. De ezt szerintem csak akkor. De tegyük fel a kérdést azért. Te itt most magánemberként, vagy akár ex-politikusként is, te összeállnál egy olyan emberrel, akinek tudod, hogy bármikor egy amúgy rossz minőségű hangfelvétel lapulhat a zsebében rólad? Nem. Akkor a kérdés... Várjál, bocsánat, menjünk akkor tovább. Hogyha te sem, akkor
arra gondolok, hogy ki az, aki, milyen minőségű emberek állnak össze ezután Magyar Péterrel majd politikailag? Vagy hová fog ő betogozódni, hol fogják őt befogadni? Tehát milyen lesz az ő politikai súlya? Figyelj, Magyarországon az a durva, hogy olyan politikai erők, meg olyan politikai vezetők szoktak megjelenni. Figyelj, most említsük, hogy Gyurcsány Ferenc mögött is van 10x% ember. Tehát most figyelj, Gyurcsány Ferenc Magyarországon politikai szereplő, sőt miniszterelnök volt. Akkor miről beszélünk? 6 perc alatt értünk el addig, hogy Magyar Péter összegyurcsányoz, és örülök, hogy nem neked. Ez azért mondom, hogy de jó, de, hát most, de ez tény. Tehát, figyelj, most, hajlamos vagyok ezzel egyet. Figyelj, most azon ne csodálkozzunk már, hogy mondjuk Magyarországon tehát milyen politikai szereplők szoktak lenni. Szerintem ez lényegtelen ebbe a kérdésbe. Viszont egyébként. Engem azért... De el fogja dönteni, figyelj, tehát a választó igény el fogja dönteni. Figyelj, én nyilván nem fogok Magyar Péterre szavazni, meg nyilván te sem, de figyelj, ha akarnak szavazni rá, akkor magyar törvények szerint lehet, és várjál, majd ez akkor lesz érdekes, amikor Magyar Péter politikai szereplőként, ha akar, én most vagyok 100%-ig biztos, hogy akar egyébként, ezt nem tudjuk. Hát vagy elvileg akar. Ha nem tudjuk, tehát figyelj, akkor akar, amikor lesz egy bejelentett pártja, és el fog indulni egy választáson, illetve ezt elkezdi majd szervezni, most még ez csak be van lengetve. Jó, figyelj, onnantól kezdve elindult, onnantól kezdve szerintem érdekes ez a felvetés, hogy mondjuk milyen ember, figyelj, nekem is megvan a véleményem mondjuk arról is, hogy mondjuk március 15-én az a performance, amit csinált, hogy ott mondjuk milyen bullshit halmaz hangzott el, tehát hogy mondjuk egy átlag regnáló politikus mondjuk mondana ilyet, kiröhögnénk. Ne arra, azok most, a bullshitek. Most szerda van, igaz? Szerda reggel 10 óra. Tegnap este én meghallgattam Magyar Péter beszédét, amikor azt mondta... 15-én? Nem, én a tegnap heti tüntetésre beszélek. Igen. Én kérek elnézést. Tehát én, ha nem lett az autóban hallgattam, nem lettem volna bekötve, kiesek a székbe. De azt én meg se hallgattam. Figyelj, de várjál, amikor elhagyja a száját az, hogy olyan friss erőre van szükség Magyarországon, aki hallgast, akit nem lehet megvesztegetni, már én kérek, ez az ember 14 éven át a NER-ből élt. Tudjuk. És úgy, hogy ő már évekkel ezelőtt ezt a hangfelvételt megcsinálta, kiáll oda és azt mondja, hogy őt nem lehet megvesztegetni. Értem. Úgy, hogy egy hónappal azelőtt még a NER-től kapta a fizetését. Hát most ezt az embert komolyan lehet venni? Hát figyelj, ezt majd eldöntik a választók, hogy komolyan veszik, vagy nem veszik komolyan. Hát én nyilván nem veszem komolyan. Hát várjál, én nyilván nem veszem komolyan, de várjál. De azt látom, hogy most a kormányzati propaganda, meg a kormányzati kommunikáció az úgy van belőve, hogy a Magyar Péterre legyen egy ilyen totális karaktergyilkosság, és most nem vírem a Magyar Pétert, avval, hogy feleségverő, tudom én, hiteltelen, ez mindig az, és emiatt az az ügy, amit megpiszkált, az teljesen annulálva legyen. Tehát, hogy ez elfedje azt, hogy mondjuk a Rogán Antal irányába legyen bármilyen vizsgálat, hogy mondjuk vettek ki adatokat a bírósági iratokból, vagy nem vettek ki. Ez azért érdekes, mert a dokumentumban, mert a hangfelvételen ez nem hangzik el. Tehát a hangfelvétel nem hangzik ez el? A hangfelvétel, ugye, amit itt idéztél, hogy itt vannak, akik azt mondják, elemzők, hogy ez nem bizonyító erő. Várjál, ezt nekünk nem kell tudni, meg neked se, meg nekem se. Ez azt tudod, kinek kell tudni, kinek kell azt megvizsgálni? Majd az ügyészségnek, hatóságoknak. Akik majd, jogilag hivatalból nem indítanak el, visszautasít, még feljelentés nyomán is visszautasíthatják az eljárást. Visszautasíthatják, mert... de várjál. Uh-huh. Szerinted Európa közepén, Európai Unióban, Magyarországon, hogyha felmerül az alapos gyanúja annak, hogy mondjuk egy miniszter, és úgy, hogy ezt az igazságügy miniszter a saját szájával mondja ki, hogy egy másik miniszternek a csapata kivett egy bizonyító erejű irat, bármit, egy iratot, egy bírósági irathalmazból, akkor ezt nem kell megvizsgálni. Amit mondasz, ha ez így elhangzik, ez ki kell, viszont amit mondasz, az tényszerűen nem igaz, és azért mert nem igaz. Azért nem igaz, mert nem ez hangzott el. Na, mi hangzott el? Akkor szeretek ragaszkodni a tényekhez ilyen szempontból, és itt egy leírat nekem a teljes hangfelvételről. Jó. Magyar Péter megkérdezi, amikor kivettek belőle dolgokat. Igen. Nem iratokat vettek ki az iratok közül. A nevüket. Igen. Hadd fejezem el, kérlek. Amikor azt mondjuk, hogy kivesszük a nevüket, itt ne úgy képzeljük már el, hogy van egy dokumentum, folyik a cselekmény szál, mint egy forgatók. Tehát úgy fogalmaz, hogy kihúzták a nevüket. A dokumentumban, ami nyilvánosságra került, ott például
Völner Pálnál a Völner ki van satírozva, de nem úgy van ám kihúzva, hogy el van tüntetve, akik nyomoznak, azok nyilván tudtak róla, és ahogy Magyar Péter is itt felteszi a kérdést, hogy itt írja, hogy ez a bírósági, vagy a nyilvános a sajtónak szánt dokumentumból, és erre nem kapunk választ. Megkérdezi Magyar Péter Juditot, hogy melyik dokumentumból, vagy aki olyan sajtónak van, hogy itt hol is van ez írva. És erre nem kapunk választ, erre a hangfelvételben nem ad választ. És azt én láttam ezeket a dokumentumot, gondolom te is megnézted. Igen. Ott van egy olyan passzus, ezt még a Partizánon tárgyalták, hogy azt hiszem Rogán Antal kabinetfőnöke, Nagy Ádám, igaz? Nagy Ádám elvitt egy autót, vagy valamit elvitt, azt hiszem Sádor Györgyhöz. Igen. És ebben a hangfelvételben elhangzik az is, vagy bocsánat, ebben a partizános elemzésben elhangzik az is, hogy a dokumentumokban nincs benne, hogy utána mi történt. Tehát én, ha valaki ki akar satírozni, el akar tüntetni valamilyen bizonyítékot, én úgy képzelem el az én fejemben, de lehet, hogy tévedek és naív vagyok, hogy kiveszi az egész rá terhelő jellegű bizonyítékot. Nem úgy van ám, hogy megy a cselekmény szál, folyik a történet, majd hopp, egy nevet kihúzok, mert attól nem leszek gyanús. Ezt kellene kivizsgálni nyilván. Hát de ezt vizsgálják is. De szerinted most, tehát a hangfelvételen elhangzott az, hogy kivették, tehát kivették a nevüket, hogy tehát ez az aktus lesz vizsgálva, vagy nem lesz vizsgálva. Legyen, hát, én azt mondom, hogy legyen vizsgálva. Mondjuk be fogják hívni tanúként Varga Juditot, Rogán Antalt, Rogánnak a csapatát, nem fogják behívni. Tehát mondjuk meg fogják nézni, hogy az ügyészségen azért nyilván csomó mindent dokumentálva összes munkafolyamat, az, hogy kilépett be. Már ezt is cáfolták, hogy bárki kihúzott volna valamit a meglévő dokumentumokból. Jó, de így csuklóból? Azzal indokolták, hogy ha olvastad a cikket, hogy mivel több helyen szerepelnek ezek, és ezt lehetetlen úgy kisetírozni, hogy ezt valaki ne lássa. És megint csak azt mondom, én hajlok afelé, hogy itt ha a dokumentumoknak, amik nyilvánosságra kerültek, lehet hinni, meg a szememnek lehet hinni, akkor értelemszerűen nem eltüntették a bizonyítékot, hanem a nyilvánosság elől valószínűleg kihúzták azokat a neveket, amit még a Partizánban is elmondtak, és azért hivatkozom rájuk, mert a bal oldalon ez egy elég hiteles forrásnak számít, hogy a legtöbbször személyiségi jogi okok miatt húzták ezt ki, illetve tovább megyek. Ugye sokan arra hivatkoznak. Szerintem ezt a magyarázatot amúgy mondjuk az átlag, mondjuk keményvonalas Fidesz szavazókon kívül ki fogja elhinni. Csak kérdezem. Hát ezt elhiszi Magyar Péternek, hogy nézd, hogyha valaki elhiszi Magyar de Péternek, nem Magyar hogy Péter ő, de hallgassd végig, amit mondok. Ha valaki Magyar elhiszi Péter Magyar Péternek azt, hogy ő 14 év után a több milliós fizetésekkel hirtelen csak úgymond elege lett a rendszerből is kiállt, akkor én bízom abban, akinek ilyen ítélőképessége van, az, hogy is mondjam, az képes befogadni még más jellegű információkat, és bár ez a réteg nem biztos, hogy el fogja fogadni, de ez a réteg azt sem fogadná el, hogyha nem tudom, Orbán Viktor személyesen vallaná be azt, hogy nem tudom. És azok a Fidesz szavazók, akik egyébként mondjuk pont mondjuk a Fidesz körüli korrupciókkal mondjuk nem értenek egyet, mert mondjuk figyelj, én nagyon sok ilyet ismerek egyébként, tehát a Fidesz oldudvarból nekem van jó sok ismerősöm, aki mondjuk pont ebbe a kegyelmi ügy által felvert hullámokba egyébként mondjuk jó kiábrándult úgymond a Fideszből, amiatt, hogy pont mondjuk a Varga Juditnak, a Novák Katalinnak ugye mennie kellett, és ott például az az egyik oka, hogy mondjuk kiábrándult, és ez nem azt jelenti, hogy mondjuk nem fog a Fideszre még szavazni, csak hogy mondjuk már problémája van, pont avval van problémája, hogy a Fidesz születésben egyébként korrupció gyanú van, meg egyébként ezt középszinten is látják, és mondjuk a két olyan szent szinten mondjuk számukra elfogadható, illetve kedvenc politikusnak kellett menni, a Novák Katalinnak meg a Varga Juditnak. Egyébként úgy, a Balogh Zoltán, ezt még úgy venném bele, hogy egyébként amúgy beszélgettem már amúgy református presbiterekkel is, mindenkik ilyen kőfideszesek egyébként, és azok meg azon vannak kiakadva, hogy a kormány mondjuk nyomást gyakorolta a református egyházra, hogy... Én kérek elnézést, de az, hogy Balogh ezt... És itt az egyik fő probléma, forrása, mondjuk ezeknél az embereknél, a Fideszen belül, Rogán Antal. Tehát őt egyébként nyilván nem szeretik annyira, ezt nem tudom, ti mennyire látjátok. Mondjuk az, mondom, hogy most átlag fideszes holdudvarról, meg fideszes szavazókról beszélünk, és mondjuk ezek az emberek se fogják feltétlenül elhinni. Megütötte egy mondatot a fülemet. Nem néztem ilyen kutatásokat, te nem vettem részt ilyen közvéleményben, de hallgassd végig, amit szeretném mondani. Amit te mondtál,
azt mondtad, hogy a te személyes körödben. Tehát ez egy szubjektív. Nem, azt mondtad. Ismerek ilyen embereket, mert én azért járkálok a saját buborékomon kívül is, meg beszél, figyelj. Tehát azt mondjuk, hogy ugye 40x éves vagyok. Tehát szerinted csak a saját belső körömmel tartok kapcsolatot. Ilyen folysúlyos vitában, vagy akár beszélgető ügy esetén. Nem hiszem, hogy a szerintemek az jó iránymutató, viszont jó, tovább megyek. Kérdeztem, hogy szerinted. Ez a dokumentum. Én maradnék a tényeknek, itt ez a dokumentum, és én hallgattam egy másik elemzést, ugyanígy a Partizánon, amit én már úgy érzek, hogy kicsit vágyvezéreltnek indult, hogy mivel nevek voltak kisatírozva, és megint csak hangsúlyozom, ott van a helye, tehát minthogyha lelenetek, tehát ott van az, hogy láthatóan ott volt valami, csak minthogyha a nyilvánosság elől ezt levették volna egy-kettő. És ott mondták azt, hogy ebből következik, Szurovec Illés azt mondta, hogy következik, hogy más dolgokat is kihúzhattak belőle. Na már most, mivel hogy nincs beleírva ebbe a dokumentum, hogy Rogán Antal egy gyíkember volna, ezért feltételezhetjük, hogy Rogán Antal egy gyíkember. Jó, figyelj, én értem ezt, hogy ezt így elmagyarázzátok meg, hogy így nyilván ez kommunikációba ez össze van rakva. Figyelj, nyilván ez kommunikációba ezt nyilván összeraktátok már. Bizonyára egyébként a Karmelitába járok, ahol egy mátrixszerű csöven a fejembe nyomják az információt. Jó, én olvasom a híreket, és próbálom összerakni a saját elképzelésemet, hogy lehet. Jó, oké, értem. Tehát figyelj, értjük. De ettől függetlenül én szerintem ezt a magyarázatot nem fogják elfogadni egyébként a feltétlenül még a Fidesz holdudvarban sem. De ti tudjátok, ettől függetlenül másik kérdés, csak ezt megint csak kérdezném, hogy szerinted Magyarországon ki kell vizsgálni egy ilyet, vagy nem kell kivizsgálni? Tehát, hogy jó üzenete van annak, hogy mondjuk ilyen magyarázattal elütik, és most nem te, mert nyilván nem te döntesz arról, hogy kivizsgálják, vagy nem, de nyilván ezekkel a magyarázatok, amik itt tőled is elhangzott, hogy ebből el fogják ütni, hogy eznek jó üzenete van, vagy nincs jó üzenete. Én bízom abban, hogy ezt ki fogják vizsgálni. És azért fogják kivizsgálni. Én úgy nem bízom benne, de én örülnék, azért, hogy ki lenne. Azért fogják kivizsgálni, mert ez az ügyészségre is egy ponton nem vet túl jó fényt, hogyha ez nem lesz kivizsgálni. Hiszek abban, hogy ezt ki fogják vizsgálni, és azért is fogják kivizsgálni, mert nyilván ki kell. Én örülnék, de már behoztad Novák Katalint, én annak is örülnék, hogyha kapnék egy magyarázatot K. Endre kegyelmére Novák Katalintól. Én ennek is örülnék. Hát én, hogy mondjam, ez Novák Katalin pont komolyan vette azt a részt, hogy mondjuk, hogy ezt nem kell indokolni, de... Jó, ezt pont én ennek pont nem örülök, de most ezt úgy, tehát én ezt úgy mondom neked, mint aki így várja a fejleményeket, mert annyit tudok erről az esetről, mint amennyit bárki, aki követi a médiában, nem voltam ott, nyilván nem láthatom ezeket a helyzeteket. Annyit látok, hogy én azt látom, hogy előjött Magyar Péter, aki eddig gyakorlatilag mindenét annak a rendszernek köszönhetően, amit most ami ellen most fellázat, és... Ezt megint meg fogja ítélni egyébként majd a választói közeg. Akkor megint csak azt... Egyébként. Igen, ezt már átbeszéltük már azt, hogy van-e erre igény Magyarországon, mert ahogy te is mondtad, aki Gyurcsányra leszavaz, az leszavaz Magyar Péter is, és hogyha ezen a vonalon elindulunk, amit te is felhoztál, akkor nézzük meg azt, hogy miért, itt most teljesen mindenki mi történik. Én azt látom, hogy annyira ketté van szakadva a társadalom, annyira polarizált a kommunikációja a két oldalnak, hogy az, hogy ki mit hisz el, az igazság ebben semmilyen szerepet nem játszik. Jelenleg ott tartunk, hogy Varga Judit kiposztolta a Facebookra azt, hogy őt hogyan bántalmazta Magyar Péter. Itt tartunk. És nem az van ám, hogy a közönség, vagy a szavazók, vagy az emberek ezt nem hiszik el, hanem már legalább 8 különböző formátumban hallottam azt az önálló és független véleményt, miszerint ezt Rogán Antal íratta meg Varga Judittal. Van erre utaló jel egyébként. Tehát abban a kommunikációban is, ahogy a Varga Judit egyébként tényleg klinikai szakpszichológusokat megszégyenítő részletességgel mondjuk taglalja, hogy mondjuk a narcisztikus embertípus hogy viselkedik. Tehát az ilyen tankönyvi eset. Szerintem 16 éves narcisztikus kapcsolat után nem lehet az embernek esetleg hajlama arra, hogy több ilyen könyvet elolvasson, vagy több esetet, többet foglalkozzon. Tankönyvi esetek vannak, itt azért én is úgy érzem, hogy azért, figyelj, egyáltalán nem gondolom, hogy ezek a párkapcsolati erőszakot nem történt meg. Tehát egyáltalán, tehát simán megtörténhetett. Uh-huh. Mondom, tehát vizsgálják azt is ki.
Hogyan? Tehát, hogyan vizsgálják ki? Figyelj, tehát Varga Judit... Varga Judit nem vette fel a férje bántalmazását. És nem tettem úgy feljelentés, a stb. Tehát egyébként jó lett volna, ha tett volna, mert akkor itt most egyértelmű lenne a helyzet. Várjál. Uh-huh. De ettől függetlenül tehát simán megtörténhetett, sőt, tehát valami biztos, hogy van szerintem is, de ezt mondom, megint nem tudjuk megítélni, mert nem voltunk ott. Viszont az a kommunikáció, ahogy ez elő van készítve, én azért én azért belelátom abba, hogy ott egy stáb ezt összerakta. Volt már, én arra gondolok, sok embert ismersz. És szerintem sokan belelátják. Sok embert ismersz, ez a szóhasználat nagyon is helyén való. Sok embert ismersz, szél, azt, hogy mondod, a buborékodon kívül is jársz. Igen. Én nem örülök annak, hogyha valaki bántalmazás áldozat, viszont ebben a helyzetben az ő véleményük releváns. Kérdezd meg őket, hogyha ismersz ilyet, hogy mit éreztek akkor, amikor, és most azokhoz a nézőkhöz, hallgatókhoz is szólok, akik ismernek olyan embert, akiket bántalmaztak, esetleg, hogyha őket bántalmazták volna, mit éreztek akkor, amikor az ő bántalmazójuk, aki tönkretette az ő elmúlt 10-20 évüket, esetleg 30 vagy egy életet, az egyszer csak előáll, és úgy tündököl a Rivalda fényben, mint egy szupersztár. Igen, de várj, ez most Magyar Péternek, de ez várj, ez most ez Magyar Péternek. De hadd fejezem be a mondatomat, és aztán válaszolsz. Te nem éreznéd azt, hogy az ember, aki téged bántalmazott, aki esetleg fenyegetett, zsarolt téged, nem éreznéd azt, hogy úristen, most fel tudnál robbanni a dütől, hogy ő ott tündököl? De. Akkor miről beszélünk előkészített? Miért beszélünk előkészített kommunikációról? Nem, tehát az az előkészített kommunikáció, hogy ahogy ez amilyen részletesség és egyébként elő van adva, tehát hogy itt ordít róla, hogy ezt egy stáb Batika mérlegen kimérte egyébként. De hogyha szerinted nem, akkor de nem. Hát jelenleg itt van két ember, itt vagy te és én, és azon beszélgetünk, hogy ez most igaz-e vagy nem igaz. Te elmondod azt, hogy szerinted ezt este elmondod, hogy ez megtörténhetett, de azért hiteltelen, mert szerinted egy stábra. Nem mondtam azt, hogy hiteltelen, de nem azt, sem mondom, hogy hiteltelen. Tehát nem akkor, mit, akkor miért releváns, hogy kirakta össze? Nem értem. Ha miért hozott fel? Ja, nem, releváns. Hogy szerinted az, hogy mondjuk a fideszes kommunikációs stáb egyébként Patika mérlegen kiméri, hogy egyébként hogy kell mondjuk ezt úgy tálalni, hogy egyébként maga a mondani való, meg maga az ügy elsikkadjon, az nem releváns. Ja, jó? Nem ezt mondtam, hogy nem releváns, azt mondtam, hogy szerinted ez miért jó, releváns. Jó, most itt hajlítgathatjuk a szavakat egyébként. Hát hajlítsuk a szavakat, azért hajlítanám a szavakat, mert itt a szavak hajlításán elhagatizálom a családon belül erőszakot. Figyelek, de miután figyelek, azt szeretném még hozzátenni, hogy amikor Magyar Péter előjött ezzel, és Varga Judit kiposztolta ezt, akkor egy megtört nő szavait azzal vonjuk kétségbe, mert amikor ez megtörtént, várj, akkor nem te vonod kétségbe, hanem olvasod a komment szekciót. Figyelj, most megint arról, figyelj. De ha fejezed be, amikor ez megtörtént, azzal bagatelizálja a közönség Varga Judit szavait, hogy Magyar Péter mi van kiadva. Tehát figyelj. Ezt élből visszautasítom, nekem mi lenne kiadva, mert ilyen nekem az elmúlt négy év alatt... Neked sosincs semmi kiadva. Az elmúlt négy év alatt én ezt eskü alatt vallanám, hazugságvizsgáló alatt, jó, hogy az életben senki nem adott ki nekem soha semmilyen anyagot. Semmit. Soha semmilyen. Semmilyen narratívát nem semmiet adott. Semmilyet. Soha. Semmit, hogy mit kell képviselni, nem, mik az irányvonalak. Soha. Okay. Soha nekem ilyet nem adott. Teljesen független vagy ebbe. És önálló vagyok. Oké. Okay. Politikailag motivált, okay, önálló entitásként vagyok. Figyelj. Jó, okay. És ha megnézed a Pesti Srácokos cikkeimet, a cikkeim túlnyomó többsége véleménycikk. Pontosan azért, mert tehát akkor magyarul nektek nincsen semmi kiadva, hogy egyébként milyen hangsúlyokat kell alkalmazni, mik a narratívák, mivel kell mondjuk ebbe az ügybe például, mit kell ebbe az ügybe képviselni úgy, hogy maga az alapügy, hogy a Rogán Antalnak a stábja vett ki alatot a bíróság iratából, hogy nem vett ki, az hogy sikadjon el. Akkor ebben nincsen nektek semmi kiadva. Hát én még nem láttam ilyen jellegű kiadva. Elfogadom. Hát, mi más tudnál tenni? Mert jelenleg ott tartunk, hogy megvádolsz engem valamivel, amire, de hát nem a fiatalit nem vádolnám. Igazából ezt majd tudod, mikor fog eldőlni. Majd amikor ez majd egyébként a nagy ítélő szék előtt egyébként. Majd ott majd megkérdezik. Ha ezt megkérdezik tőlem, én a legőszintébb őszinteséggel fogom tudni azt
azt mondani, hogy függ, de most ne rólam beszéljünk, mert ez most teljesen irreleváns, csak azt mondom, hogy itt van egy megtört nő. És amikor ez az egész elkezdődött 16 évvel ezelőtt, akkor nem egy igazságügyi miniszterről, nem egy miniszterről, nem egy államtitkárról beszélünk, hanem egy nőről. És ha belegondolunk abba, és józanul miért ne gondolnánk bele, mert azért mindannyiunk ismeretsége körében vannak emberek, akiket bántalmaztak, akiket a főnökük nyom el, akiket a családtagjaik, rokonok, a nagybácsi. Tegyük fel a kérdést, hogy ők miért nem jöttek ezzel elő eddig, és amikor beszámolnak, tehát az én ismeretség körülben sajnos van olyan ember, akit bántalmazott a férje, és amikor ez a nő erről beszélt, ő hasonló részletességgel tudta elmondani, mit élt át, mert rendszeresen ezt átélt, és az, hogy ezt egy bántalmazott nő el tudja mondani, én elnézést kérek, és ha nem te mondtad, akkor, ha te nem állítasz ilyet, akkor nyilván ne vedd magadra, de láthatóan rögtön magadra vetted, viszont a kommentelők rögtön azzal próbálják hitelteleníteni, és nem tudom, honnan van ez az önálló gondolat, amit valahogy már te vagy a 9., akitől ezt ma hallom, az önálló gondolat, hogy ez biztos egy stáb írta nekik. Ez annyira nevetségesen... A stáb összekészítette. Összekészítette, igen. Tehát akkor jól lett, akkor Varga Judit elmondta, felhívta a stábot, hogy figyeljetek, mert itt ez a Péter, ez bántalmazott engem, írjatok már valami jó kis cikket arról, hogy hogyan bántalmazott. Ez történt? Vagy nem így. Hát akkor nem hogy így. Történt? De egyébként ezt nekem kéne kérdeznem tőled, hogy ezek hogy szoktak történni, mert nem én dolgozok azon a részen. Tehát figyelj, te dolgozol ott, ahol kiadják egyébként az utasításokat, és bizonyára te dolgozol ott, ahol narratívákat kell képviselni, nem én. Nem én, nekem adnak narratívákat neked, de mindegy. Amint bebizonyítod, hogy én narratívákat kaptam, amint erre tudsz bármilyen, akármilyen formában, bármilyen dokumentet, akár egy hangfelvételt előkeresni, én azonnal törlöm az összes csatornát, és visszavonulok a közélettől örökre. Jó. Amint ez bizonyossága tud nyerni. Szerintem ez üres szócséplés lesz, így figyelj, ettől függetlenül. Megvádolsz, hát hogy ne utasítanám vissza? Ja, hát előbb te vádoltál engem, de mindegy. Mivel? Avval, hogy mondjuk védem a családon belül. Soha nem mondtam ilyet, azt mondtam, hogy bagatelizáljuk. Jó, figyelj, én pontosan tisztább vagyok avval, hogy mondjuk a Magyar Péternek a bármilyen szintű politikai legitimizációja, az csak abból adódik, de kizárólag abból, hogy van Magyarországon egy elég jelentős réteg, egyébként párttól függetlenül, aki a Magyar Péter által belengetett bizonyítékoktól azt várja, hogy... Bizonyíték. Figyelj, ugye belengedte, hagyd mondjam végig. Tehát azt várják ezektől a belengedett bizonyítékoktól, hogy vagy a kormány meg fog dőlni, vagy a Rogán meg fog bukni, tehát várnak ettől úgymond egy robbanást. Nincs köztünk vita. És csak ebből adódik. Tehát nyilván nem abból a bullshit halmazból adódik, amit mondjuk a 15-én elmondott, mert az szörnyű. Tehát arra nem szavazna ember. Valószínű, egyébként arra sem, valószínű azért sem. Tehát onnantól kezdve, hogy mondjuk belekeveredik ebbe a családon belüli erőszak hálóba, onnantól kezdve megint politikailag egyébként valószínű meg vannak számlálva a napjai. De egyébként erre nyilván a kormány még rá is segít. Ezt is tudjuk. A politikai legitimizációja abból adódik, hogy melengetett olyan dolgokat, hogy tud arról, hogy milyen korrupciós szálak vannak a kormányhoz köthetően. Ráadásul ugye ez azért tűnik bármilyen szinte hitelesnek, mert köztük volt. Ennyi. Tehát ebből adódik a legitimizációja. Onnantól kezdve, hogy ez el fog párologni, tehát hogy ez nem lesz igaz, tehát hogy nem fogja tudni ezt bizonyítani, akkor onnantól kezdve Magyar Péter nulla. Ez ennyi. Világos, ezt értem. Nem hiszem, hogy ezt tovább kellene ragozni ilyen szempontból. Ugye itt ugye arról sem beszéltük, mert itt belementünk itt a vitába, arról sem beszéltünk, hogy ugye itt lengeti megint, hogy van más bizonyíték is. Hát mert, ha nem lenne, akkor eltűnne örökre. Ez kicsit azt látom, szerinted Magyar Péter, még ezt akartam megkérdezni, mert ez szerintem fontos, hogy mondjuk Magyar Péter szerint mögött egyébként áll valami komoly erő, vagy nem áll? Ez egy olyan fontos kérdés, amire nem tudom neked a választ. Figyelj, elmondom, mi van a fejemben. Kezdjük azzal, hogy amikor, és ezt most arra hivatkozva, hogy amikor Gulyás Marci kiposztolta, hogy a NED, National Endowment for Democracy, ami a CIA ernyő szervezete fizette az ő kamionos turnét, ez már a CIA Magyarországi jelenlétét bizonyítja. Igen. A David Pressman pénzeket oszt szét ellenzéki sajtók között. Tehát csak szeretném alátámasztani a nézőknek, hogy nem a levegőbe beszélek, amikor azt mondom, hogy amerikai jelenlét van, nincs köztünk. Ezt tudjuk. Jó. Köszönöm.
akkor arra gondoltam, hogy ugye a CIA nem úgy működik, hogy te figyelmet, egy Gyula, hallod, itt van neked egy kis pénz, csinálj már botrány, nem így működik, hanem hogyha valami elkezd kibontakozni, ráépülnek a beállap mögé. Ez így működik. Tehát a most a CIA ráépült Magyar Péterre, vagy nem épült? Én azt mondom, hogy szerintem nincs elég információm, hogy ezt kijelentsem. Szerintem megpróbáltak volna. Biztos, hogy ha nem is rögtön, az, hogy Gulyás Marci az ment elsőnek, amikor egy ilyen történik, én úgy képzelem el, hogy mondjam, Magyar Pétert nem tartom teljesen idiótának. Amikor ezt megfogalmazott benne, hogy ő kiáll oda, és ezzel nyilvánosságra jön, nem hiszem, hogy az első útja megkereste volna a Google-ban, hogy hol van a Partizán stúdió, és besétált. Hanem őt keresték meg. Nyilván itt, akár ez, nyilván itt voltak azért telefonhívások, nyilván voltak valamilyen háttéralkuk, illetve volt egy olyan gondolatom is, hogy mi van akkor, hogyha esetleg olyan jobb oldalhoz köthető, vagy Fideszhez köthető szálak mozgatják Magyar Pétert. Ez lett a következő kérdésem, akkor, hogy van-e Fideszes palotafordalmi szál benne szerintem? Mi van akkor? Én nem tudom. Tehát ezek olyan kérdések. A Fideszben se szereti mindenki. Ezért mondom, hogy mi van akkor, hogyha ez történt. De hogyha a Fideszben ez a szál, és azt mondod, hogy Rogán Antalt nem szeretik, ezzel Magyar Péter már Orbán Viktor bukását vizionálja. Tehát itt már azért olyan komoly problémák vannak, azért hiszem, hogy ha állt is mögötte valaki, kitáncolt, mert Magyar Péter egy önjáró lövegé változott. Egy elszabadult hajóágyú, lol, és szerintem itt már még Márki Zaj sem gyorsult ilyen hamar nulláról százra. Úgyhogy ha én álltam volna mögötte, mint egy politikai háttérhatalom, akkor én már most kitáncolok, mert itt most már ez már bukó. Igen, de ez most a politikai karrierjéről beszélünk. Nem. Esetleges politikai karrierjéről. De mondom, tehát maga, tehát a Magyar Péternek a legitimizációja abból adódik. Hogy van valami, hogy vélhetően Tehát azt vélelmezik, hogy van valami, igen, amivel, tehát hogy vagy a kormányt, akár Orbán Viktort, nyilván ezt mondjuk az ellenzékiek gondolják, a Fideszes Hordudvarnak meg mondjuk egy, tehát mondjuk a normális a Fideszes Hordudvarnak az a része, aki egyébként mondjuk a Rogán Antallal nem ért egyet, mert egyébként nagyon sokan vannak, most nyilván erre nem mondjál semmit, mert nyilván, hol a tartozol. Nyilván vannak, vannak a Fideszben szálak, akik nem... De nem a párt van, tehát most a Hordudvarról meg a szavazókról beszélek. Hogyha az a kérdés, hogy van a konfliktus, szerintem a Hordudvaron belül, hát biztos, hogy van. Minden az egyik idézőjes fő gonosznak Rogán Antal tartják. Amúgy egyébként megvan az oka, hogy miért. Nyilván nem érdemtelenül. Ez az a rész, amiben én nem látok bele ilyen. Igen, de nem érdemtelenül tartják annak. Nyilván megvan az oka. Egyébként. Hát minden gyűlöletnek megvan az oka és azt várják a Magyar Pétertől, hogy előhoz valami olyan bizonyítékot, hogy mondjuk esetleg Rogán Antal belebukik. Szerinted, amúgy, igen, Magyar Péter erejét ténylegesen az adja. Csak ez. Csak az adja, hogy nem a bullshit. Hát, de hogy is, amúgy, hogyha politikai kraft lenne benne, akkor Varga Edit nélkül nem a felesége hátán is el tudott volna érni különböző helyzeteket. Már rég, egy ilyen, nevezzük a szó nem pejoratív, vagy pejoratívabb értelmében ambiciózus karrierpolitikusnak, vagy politikai kalandornak. Hát már... mondjuk inkább kitartott volt mondjuk a Varga Judit mellett egyébként a Fideszre, és egyébként ez se vett túl jó fényt a Fideszre, hogy egyébként nagyon sok ilyenjük van. Hogyha valamiért én... Hát figyelj, most embereket... a Magyar Péterről is egyébként előtte nagyon keveset hallottam, mert a Diák Hitel Központ... tudtam, hogy ki ő. A Diák Hitel Központ az nem volt központban egyébként a politikai kommunikációban, de csak úgy most ez is így kidőlt, hogy mondjuk van egy ilyen Magyar Péter nevű kitartott ember, egyébként havi 4,5 milliós fizetéssel, ezért figyelj, ezt azért az átlagembert, ez mondjuk azért idegesít. Hát engem is idegesít, mert... Jó, de hiány jó, csak te mondjuk a Fidesz propaganda szélén vagy egyébként, te benne vagy, érted? Hát azért, ne haragudj, én nekem a Fidesz még soha nem adott pénzt, úgyhogy én ilyen szempontból nem vagyok benne ebben. Én azt látom, hogy van itt egy ember, aki hogy nem megkapott egy ilyen pozíciót, nem is értem. Jó, ez nyilván kitartottság, tehát most ez egyértelmű. Igen, csak az, hogy én nem azt mondom, hogy neki ezért... Ilyeneken szoktak egyébként Fidesz hordudvarba tartozó emberek, ilyeneken szoktak egyébként idegeskedni. Na de akkor... Tehát hogyha van bajuk a Fidesz-szel, mondjuk Fidesz szavazóknak, akkor az például ez. Akkor magyarázd el nekem, hogy ha Magyar Péternek ilyen jó... Nem, úgy magyarázd el, hogy erre kíváncsiak a te véleményedre, hogy ha Magyar Péternek ilyen kvázi jó dolga volt,
14 évig, akkor nem lehet esetleg, és megint csak félbe teszem fel a kérdést, hogy szerintem, hogy nem lehet az, hogy mondjuk, amikor Varga Judit visszavonult a közélettől, attól félve, hogy ő is kiesik a Pixisből, akkor inkább úgy döntött, hogy akkor még azelőtt borít, azelőtt épít karriert, mielőtt még ő is kiesne, mert ugye a kitartott státusz ezzel megszűnik. Ezen gondolkodom. Figyelj, az a baj, hogy ezeket nem látunk a fejébe, tehát ezeket tényleg nehéz megmondani. Ez szakpszichológus kellene, hogy belelássunk a fejébe, és én nem értek olyan szinten ehhez az embertípushoz, ez az ominózus embertípushoz, mint szeretnék, hogy belelássak a motivációiba. Ezeket tényleg nehéz megmondani. Szóval ezek, mondom, én itt ide ültem, hogy beszélgessünk. Nekem is sportikát kívülről figyelő embernek, ezek engem is borzasztóan érdekelnek egyébként. Én itt szúrnék gyorsan közben, ha már megemlítettél, egy nagyon jó a beszélgetés dinamikája, ezért nem szúrtam eddig. Viszont ha már megemlítettétek így Magyar Péter jelentőségét, illetve az ügy jelentőségét is boncolgattátok az elmúlt percekben, illetve te felhoztad a Gyurcsány párhuzamot is. Ugye ennek kapcsán akkor feltenném azt az egyébként teljesen evidensnek tűnő kérdést, ugye, hogy nevezhető ez egyfajta ilyen összödi beszédnek, vagy egy olyan fajta, olyan jelentőségű hangfelvételnek, mint mondjuk az összödi beszéd. Azért is kérdezem ezt, mert ugye. Hát ebben több konkrétum van, mint abban egyébként. Mert ugye, hát azért nem. Mert ugye most elemezgettük azt, hogy vajon a Fidesz szavazókra milyen hatással lesz, vajon a többi választói dinamikára, viselkedésre milyen hatással lesz, mennyi benne a kraft, mennyi benne ami úgy tényleg valós és látható hatást fog elérni, és ez miatt kérdezem. Egyrészt kérdezem, hogy bármelyik ötök kim volt egyébként a tüntetésen, a tegnapi magyar tüntetésen, mert akkor meg lehetett volna esetleg azt is úgy kérdezni, mondjuk például tőled, hogy mondjuk az összödi beszéd utáni tüntetéshez képest milyen dinamika vagy mekkora erő volt benne, de hogy ennek a kapcsán érdekelne a véleményetek igazából, hogy mondjuk például annak az alappéldájából kiindulva, az összödi alappéldából kiindulva, mi ennek a jelentősége, mekkora ennek a jelentősége, és láttok-e mondjuk párhuzamokat ezekben? Szerintem kormány, tehát ebbe a hangfelvételbe, ami elhangzik, abba szerintem kormány nem fog belebukni. Tehát ez egyértelmű. Egyébként Belgiumban Rogán Antal széke meginogna a Belgiumban, Magyarországon ez sem fog, de egyébként maximum az van benne, hogy a Rogánt egy kicsit meg fogják ezt szorongatni, ha lesz kellő vizsgálat. Én nem bízok benne, de egyébként lehet, hogy lesz. Esetleg meginoghat, de szerintem ez sem. De a kormány biztos, hogy nem. Ehhez kevés. Összödi beszélt, ne vicceljünk, amikor egy miniszterelnök bevallja, hogy végig hazudtak. De az egy érzelmi kérdés. Végighazudtak 4 évet az elmúlt. Hogy mondjam, oké. Nézzük úgy. De várj, most, de hogy az legyen, hogy a Gyurcsányt védem, csak azt mondom, hogy... Nem, ilyen nem. Azért ilyen szintre nem megyek, hogy azzal... Véremet hullattam azon a tüntetésen. Hogy a Ferit védjed, ezt nem fogom... Ezzel nem vádolnálak soha. Eddig a pontig nem töltem vele, ami miatt ezzel vádolnálak, de nézzük meg azt, hogy hogyan fejtesz ki komolyabb hatást. A Völner Sádor ügy, igaz? Mi is ott egy végrehajtási botrány volt, kinevezések árultak pénzre, korrupciós botrány. Ami majd mindjárt mondom, hogy egyébként egyik társadalmilag legégetőbb kérdés. Világos, én ezt értem. Legigazságtalanabb egyébként. Ezt is értem. Ennek mindenféle aspektusa. De az összödi beszédet megelőző intézkedések, azok, képzeljük el úgy, mint egy, itt egy, mondjuk egy petárda felrobbant ezzel a hangfelvétellel, meg ezzel a botrány mellett, vagy a korrupciós ügy mellett felrobbant egy petárda, egy dinamit. De tartom az konkrétumot. Várjál. Hát a konkrétumokat, én a partizános interjúból és a telexből kiindulva úgy érzem, hogy az ellenzék nem tartalmaz konkrétumot. Az ellenzék szerint nem tartalmaz konkrétumot. Hazudt el, csak annyi, hogy végig hazudták az elmúlt 4 évet. Politikusok, tehát az összödi beszédben az ország vezetői, amit egyébként minden ember gondol, hogy a politikusok hazudnak. Hát de itt nem, csak, itt meg azt hangzott, hogy a politikusok korruptak. Igen, várják, csak ilyen csak egy konkrétummal, tehát egy aktussal kapcsolatban hangzott el, hogy ki vett valamit, vagy nem vett. Érted? A összödi beszédben azt hangzott el, amit minden ember gondol, az átlag ember is, hogy
A politikusok hazudnak, csak ugye ezt nem szokták bevallani, ott az volt az érdekessége, hogy azt, hogy a politikusok hazudnak, amit mindenki gondol, azt egyébként Gyurcsány Ferenc a saját szájával kimondta. Na most. Abba az volt az érdekes. Na most, igen, csak ne felejtsük el azt, hogy azt hány ember életét tette tönkre, azáltal hány munkahelyet zártak be, hány kórházat, hány iskolát, hány óvodát. Hát azért ne haragudj, én jó, értem, 14 csak, évben igen. Nem tartottam annyira általánosnak, hogy iskolák és óvodák zárjanak be, meg kórházak, meg orvosokat engedjenek el, ellenben béremeléseket láttam, de most nem akarok ezen rugózni. No, igen, nem akarok ezen, ez kinyitunk egy másik ablakot, és akkor elmegyünk teljesen igen, másokat. Igen, meg a műsor után is tudunk erről beszélgetni. Hát, igen. Menjünk abba bele, hogy itt most itt konkrétumok hangzottak el, ott nem, én ezt is értem, de hogy mi az, aminek nagyobb hatásfoka van a társadalomra, mert az, hogy itt milyen konkrétum hangzott el. Hát annak ez, szerintem nagyobb annak nagyobb hatásfoka volt, hogy lelövöm a poénodat. Jó, hát akkor ennyi megérkeztünk, tehát hogy ez nem tekintető összedi beszédnek, mert szerintem se ebbe a formában nem, csak mondom, van ez a kis apróság, hogy itt egy konkrétum. Sőt, mit mondott Varga Judit? Azt mondta Varga Judit, hogy javasolták az ügyészeknek, hogy miket húzzanak ki, de nem húztak ki mindent. Tehát, hogy igen, mindent, de hát az jó, de magyarul jó, de itt az is elhangzott, hogy vettek ki neveket, de figyelj, de... Kihúztak, nem vettek ki, kihúztak. De amúgy, figyelj, már elméletek, semmit nem lehet, tehát egy ügyészségi aktán, meg egy bírósági aktához nem nyúlhatsz hozzá. Hát erről beszélek, akkor nem áll fenn a gyakorlója annak, hogy Magyar Péter kérdezett? Egy ibetűt, az ibetűről a pontot veszed le, ha az ibetűről leveszed a pontot, az is bűncselekmény. Világos, ezért kell ezt kivizsgálni, és ezt hiszem, hogy ezt ki is fogják vizsgálni. A másik pedig az, hogy amint láttad ezt a dokumentumot, a nevek ki vannak takarva. Várjál, és még egy apróságot megint elfelejtettünk, hogy ugye azt is elmondták itt már elemzők, hogy Varga Juditot itt nem terheli felelősség ebben a kapcsolatban, csak mondjuk elméletileg itt akkor ugye igazságügyminiszterként elméletileg tudott arról, vagy hallott, vagy látott a dolgot, vagy vélelmezhette, hogy kivett valaki valamit, azt ő neki igazságügyminiszterként azonnal intézkedési kötelezettsége keletkezett. Egyébként ő neki ott azonnal kellett volna indítani valamit. Tehát, hogy azonnal szólni, ezt... Nem tudom, hogy hogyan zajlik, tehát én nem vagyok kormányzó, nem tudom, hogy ez hogyan zajlik meg lebelül. Jó, akkor most figyelj, nézzük, menjünk az utcára, és kérdezd meg egy járók előtt az utcán, hogy mondjuk az igazságügyminiszter, tehát akinek az a titulusa, hogy az igazságügyminiszter, az vélelmezi, hogy valaki elkövet egy bűncselekményt, és egy bírósági aktából kivesz valamit, akkor nem tesz semmit, otthon elmondja a férjének ennyit. Most, hogyha a Varga Judit ilyen jellegű felelősségét vitatjuk, hát azért, akkor... Itt azért akkor ezt azért meg kéne nézni. Világos. Én mondom, nem azért ülök itt. És rögtön azt mondják, nem terheli sem. Nem azért ülök itt, hogy én ezt most megvitassam, vagy Varga Judit, nem vagyok se az ügyvédje, sem a testőr, hogy én megvédjem én őt. Én is a utcányán vagyok ebben, csak azt mondom, hogy ezért... Elemző, próbálok tárgyilagosan elemezni, és az, hogy ő lemondott, innentől kezdve nyilván ezen túl, hogyha... De nem ezért mondott le. Várj. A következő igazságügyi miniszter, én bízom, ahogy látom Orbán Viktor politikáját, Orbán Viktor, én úgy látom, hogy nem szereti ezt a fajta mutyilást, amikor kívülről belenyúlnak így az állam működésébe. Ezt láthattuk a kegyelmi botránynál is. Ahhoz képest Rogán Antalt elég jól tartja egyébként a hatalomban. Ezt azért mondom, ezt kezeljük úgy, hogy Orbán Viktor az ilyet nem szereti, mert Orbán Viktor hogy most úristen, az ő kedvenc embereket ott tartozok, hurra, megszedjék, nem ez a célja. Orbán Viktor szeretné Magyarországot egy bizonyos irányba vinni. Nem lehet, most legyünk őszinték. Brüsszel itt piszkál bennünket, és a piszkálszót csak a YouTube algoritmus a kedvéért nem fejezem ki csúnyában. Igen. Nem jönnek az EU-s pénzek. Nyugatról folyamatos támadások érik Magyarországot. Folyamatosan szerintem. Orbán Viktor helyében nem lenne könnyebb beengedni a migránsokat, beengedni a bubulókat. De ez most hogy jön ide? Hallgass végig. Igen. Nem lenne egyszerűbb beleállni ebbe? Tehát, hogyha Orbán Viktornak az lenne a célja, hogy ő kényelmesen hallgass, hogyha ő kényelmesen szeretne éldegélni és megszedni magát, akkor sokkal könnyebb lenne beleállni ebbe. És ebből kiindulva, hogy Orbán Viktornak azzal a politikával, hogy jelenleg folytat, személyesen sokkal több a vesztenivalója, mint azzal, hogyha kényelmesen beleülne a korrupcióba, én arra következtetek, hogy neki ez nem érdeke. Jó, tehát figyelj, ezt az eszmefutatást ki fogja neked elfogadni, nem tudom, mert én
Én ebben most, én ezt nem érzem, hogy ezt egyáltalán most miért mondtad el. Azért mondtam el, mert ugye arról beszélt. Ez nem tartozik a tárgyhoz. Hát eléggé a tárgyhoz tartozik, mert most mondtad, hogy Orbán Viktor ott tartja Rogánt, és akkor ezáltal... Nem, az egy kérdés. Figyelj, ezt felvetem, hogy miért. Hát, miért tartja ott. Jó, tehát, akkor, te meg ugye válaszoltam, hogy azért... egészé ott tartja tehát azért. Ezt mondod, tehát megpróbáltad Orbán Viktorra is terelni a felelősséget, és ezért... Ő a legpozitívabb szereplő ebben, tehát akkor szerinted... Kevesebb problémám van Orbán Viktorral személyesen, mint gondolnád egyébként. Hát ezt örömmel hallom, csak akkor... De Rogán Antallal annál több egyébként. Jó, de ezt Rogán Antallal közöld, ne velem, tehát hogy én ezt most... Jó, hát te őszintén, viszont a moszkvai terrortámadásról tudunk még majd beszélni, mert hogy... az is téma volt, és egyébként az a baj, hogy az érdekes. Az a baj, hogy amikor egy ilyen éles beszélgetésben valaki témát vált, akkor mindig jönnek a vádak, hogy biztos azért, mert már nincs mit mondom, hogy biztos... Szerintem most a toltpontra jutottunk egy kicsit. Igen, konstatálom, itt már ez kifogyott a Kraft, Magyar Péterben ennyi volt. Viszont az egy nagyon érdekes téma. Én azt mondom, hogy igen, úgyhogy... Igen, váltunk akkor témát, de csak hogy ezeket a szavakat meg vádakat elkerüljük. Egyetlen egy utolsó kérdésem van, és a lehető legrövidebb válaszokat várnám rá, hogy szerintetek okoz-e ez majd morális, vagy erkölcsi válságot a Fideszen belül, vagy a Fidesz, hát akár szűkebb, akár szélesebb. Egy szóval okoz. Jó, szerinted igen. Igyekszem röviden, a hatásfok nem mindegy, nyilván valamennyit fog okozni, ezt én nem is vitatom, hogy egy minimálisat biztosan, tehát ezt én látom az én saját kommentelőimén is, hogy hogyan viszonyulok ez, egy ilyen 5% dislike-om lett már a YouTube-on, ha erről beszélek, én ezt értem, viszont az ellenzéknél, Donát Annával értek egyet, sokkal nagyobb kárt fog okozni, mert jön a hype, felhypolja az embereket egy EP választás előtt, és úgy, hogy nem lesz semmije, ezzel olyan szintű letargiába taszítja az ellenzéki szavazókat, hogy DK legyen a talpán, aki behúzza az Európai Uniós választásokat. Na, akár ez is lehet. És akkor a kérés alapján akkor áttérnénk a mai utolsó témánkra, ami azért önmagában szintén nem kicsi tematika, de hát ugye természetesen ugye közismerte az orosz terrortámadás eseménye, ugye elég megrázó felvételek is érkeztek, ugye, és ugye ott nagyon sok kérdés fölmerül, én először talán egy ilyen nyílt kérdésként dobnám hozzátok a kezdeményezés lehetőséget, hogy mit tartanátok fontosnak kiemelni erről a terrortámadásról. Ugye rengeteg információ, összeesküvés halmaz, nagyon sok minden kavarog körül az egész kérdéskör körül. Ugye az oroszok is, az oroszok részéről is elhangzanak határozott és egyre furcsább vádaskodások, hogy nyugati fél is, amikor már akkor még rá is játszik erre, és ugye mondják is, hogy az oroszok azok igazából Ukrajnát és a nyugatot vádolják, stb. Rengeteg káoszos tematika alakult ki e körül. Ugye történt maga az esemény, és ugye ennek voltak az utórezgései, szerintem ezt ugye le lehet választani, de ti hogyan látjátok ennek az egész eseménysornak? Talán most egy picit inkább az utórezgéseire koncentrálva, hiszen azért az elmúlt időszakban már sok elemzés napvilágot látott magáról az eseményről, de hogy miért tartjátok ezt különösen érdekesnek, vagy milyen kérdőjelek vannak még bennetek? Hát akkor azt most kezdem én, hogyha szabad, itt azért jutom. Elképesztő mennyiségű kérdőjel. Ugye, hogyha az elnökválasztás, most az orosz elnökválasztáson nekem, mint Ukrajnában felnőtt gyereknek, nekem megvan a véleményem a posztszovjet térség választásairól, de most ebben nem menjünk, ezt majd egyszer elmondom külön, de szerintem úgyis mindenki tudja, mire gondolok. Ha választás előtt történik egy ilyen, az vagy megingatja, vagy megszilárdítja a regnáló elnök hatalmát, ez nyilván a kezeléstől függ. Választás után történt. Az, hogy az oroszok a nyugatot vádolják, jó, hogy Ukrajnát vádolják? Oké. Az, hogy a nyugat erre rájátszik, hogy megmutassa, hogy ha még nem is ő volt, de akkor ő annyira hatalmas, hogy úgymond ezt erre is képes. Persze, az erejét fitoktatja. Ha az ISIS magára vállal, tehát azt minden magára vállal. Tehát itt... Amit mondanak neki. Igen, mert az is érdekes, hogy eddig az ISIS-nak a tettei, azok valahogy mindig az USA-nak kedveztek, többnyire az USA-nak kedveztek, akkor inkább igen, így mondanám. Úgyhogy az, hogy valaki Oroszországban elmer követni egy ilyen terrorcselekményt, annak olyan embernek kell lennie, akinek vagy halálos beteg és órái vannak hátra, vagy teljesen félkegyelme, vagy megunta az életét, mert jelenleg ott tartunk, hogy ezek az emberek a terroristáknak a halál az egy édes élmény lesz, amit kívánni fognak az orosz börtönök mellett. Hát nyilván ez egy pszichológiai hadviselés is az orosz hatóságuk részéről. Persze. Tehát ugye ez itt az egyik legérdekesebb fejlemény ebbe, hogy mondjuk, hogy amit ugye a terroristákkal csinált az elfogás után rögtön, tehát hogy itt ugye egyébként magyar
sajtóba kevésbé jelent meg, egyébként pont csecsen roham csapatok fogták el egyébként a terroristákat, és ugye, hogy itt ez ugye a füllevágás, rögtön a helyszínen való kínzás, stb. Bántalmazás, stb. Ami azért furcsa, azért érdekes, mert egyébként ilyet amúgy világ összes titkosszolgálata követ el. Tehát a Mossadtól a CIA-ig. A CIA-nak konkrétan Romániában voltak börtönei, központjai, mert az ottani törvények ezt tudják. Igen, azért mondom, hogy tehát ilyet minek csak az az érdekesség, hogy ezt nem szokták nyilvánosságra hozni, egyébként főleg nem ilyen szinten, ilyen gyorsan. Tehát hogy ez az egyik legérdekesebb, hogy ezt azon a nyilvánosságra hozták, illetve azért azt is feltételezzük már, hogy mondjuk egy Akmad roham csapat, mondjuk frontról frissen kivonva, stb. Egyébként azért van annyira fegyelmezett, hogy ilyet magától, még hogyha fel is van dúlva, mert történetesen nyilván fel volt 130 áldozat után, persze, hogy fel vannak dúlva. Ráadásul még itt ugye az is megvan, hogy ugye ezek a terroristák is muszlimok, és egyébként nyilván itt az is benne van, hogy egyébként magát a muszlim hitet járassák le. Egyébként ez is benne van. Tehát, hogy itt hogy le kellene ezt annyira most az elmúlt a szélsőséges muszlim hitet, nem hiszem, hogy le kellene. De jó, de az átlagember egyébként nem tudja a szélsőséges és a nem szélsőséges muszlim hitet egyébként megkülönböztetni. Nagyon egyszerű, pedig aki robbant, az nem szélsőséges, aki az utcán sétál, az. Igen, de egyébként az átlag, sajnos egyébként most van egy olyan narratíva az átlagembernél is, hogy minden muszlim terrorista, ami egyébként nem igaz. Jó, hát ez még Bushhoz vezethető vissza. Ezt nagyon jól behozták a világba egyébként, sajnos. Sőt, amikor Gyurcsány Ferenc, emlékszel, leterrorista ezt a szaúdisták. Igen, hogy győztött a magyar csapat a terroristák ellen. Igen. Tehát ez elképesztő. Igen, azért van egy ilyen narratíva, és ezt egyébként a közvélemény is egyébként jelentősen elfogadja. A lényeg, hogy én nem tudom elképzelni, hogy mondjuk orosz csapatok egy ilyen kényes helyzetbe, a terrortámadás után rögtön, amikor ugye kivonod, vagy el kell fogni, és stb., hogy ilyen kegyetlenkedés maguktól elkövessenek. Biztos, hogy nem. Tehát, hogy ez egy olyan szinten új pszichológiai hadviselés az orosz fél részéről, ami egyébként minden nem lehet, esetre... Nem üzenet? Ezt ide akartam kijutni, ide akartam kiukadni. Biztos vagyok benne, hogy az. Egyetlen, biztos vagyok benne az, és nem feltétlenül csak azoknak az embereknek, akik potenciális terroristák, hogy Oroszországban ilyet nem lehet elkövetni, hanem egyébként amúgy valószínű a megrendelőknek is üzenet. Igen, de ebben itt amennyire éles volt a vita a Magyar Péteres ügyben, itt annyira lesz szerintem egyhangú az álláspont. Én nem tudok ehhez mit hozzátenni, mert igazából ez kb. Ennyit tudunk erről, meg tudom még egy csomó, de elemezhetjük ezt reggelig. Az, hogy mi történt ott, az nem fog kiderülni soha. Az, hogy ez egy olyan szinte, hát emlékszünk akkor a transznemű kosárlabdázóra, aki valami marihuána származékot vitt be a reptéren, és 7 évre leültették. Igen, és de egy fogolycserét kaptak. Elcseréltek egy amerikai gyűlölő transznemű kosárlabdást, elcseréltek egy a világ leghírhettebb fegyverkereskedőire. Igen. Amerika a legjobb üzletet kötötte ezzel. Tehát valószínűleg Viktor Butt, igaz? Igen, Viktor Butt. Bizonyára nem tudja, hogy hol vannak a titkos fegyverlerakatok a szerte a világban. Bizonyára nem fog. Nem Amerika, Oroszország kötött a legjobb üzlet. Tehát, mert Amerikát mondta. Idézőjelben Amerika. Ja. Tehát idézőjelben. Tehát ha én lettem az USA évet, én kérek elnézést, de Viktor Butot nem adom oda, egy fegyverkereskedőt nem adom jó, oda. Jó, csak megint fiat. A modern közvélemény. Igen. Tehát modern világban a közvélemény. Tehát világos, most az amerikai kosárlabdázó, a VNB is, tehát női NBA is kosárlabdázó, nyilván a közvélemény számára népszerűbb, mint mondjuk... Mint amennyire elítélt Viktor Butt. Így van. Abszolút egyetértek. Csak ez... És így működik egyiket a modern világ. Hát tehát jó reggelt kívánok. Tehát ez igen, sajnos. Ez nem egy jó dolog, csak azt mondom, hogy jelenleg az igazság meg a tények a legkevésbé sem számítanak, és az a problémám, hogy az érzések, azok tényekké szilárdultak. Igen, ez is egy... És ezzel én az én részemről... Igen, csak figyelj, ettől függetlenül mondjuk, hogy kinek üzent, mondjuk kinek üzentek az orosz politika, az orosz szolgálatok ebben. Egyébként tehát az ISIS mennyire érintett ebbe valójában. Amit nem érintettünk. Mi van, hogyha... mert Konok Péter erről is posztolt, és hogy? Szerintem ez már a Conteónak az a szintje, amikor a 9-11-et már nem is az USA, hanem a gyík emberek rendelték igen. Hogy az oroszoknak állhatott ez érdekében. Ezt sok elemző ezt vizsgálta,
Egyébként ugye arra szokták alapozni, hogy azért lehetett érdekük, tehát arra alapozzák az elemzők, hogy egyrészt az orosz elnökválasztás mikéntjéről elterelte a figyelmet. Hát, mert már ugye amúgy, a választás után. Mert tehát, amúgy hogy, nagyon érdekli az oroszokat amúgy. De, hát jó, de most várjál. Most az elemzőket hogy mire alapozzák. Tehát hogy egyrészt erre alapozzák, másrészt meg szokták még arra is alapozni, hogy egyébként innentől kezdve az orosz közvélemény összekovácsolódik, nyilván könnyebben tudják a háborús viszonyokat fenntartani. Tehát, erre szokták alapozni. Miért nem vettek elő 3-4 ilyen senki ukrán katonát, akire ráhúzták ezt az egészet? Ezért mondom, hogy persze, tehát akkor... én sem gondolom, hogy ez önmerénylet volt. Nem. Ez biztos, hogy egy külső hamiszászlós újság, biztos, nem hogy lehet, az volt. Olyan mocskos a politika, hogy egyszerűen ez már nem is politika, ez már nagy politika, tehát ezt igen, soha nem... Óriási sakjátszma, csak ettől függetlenül az ISIS-nak a bevonása, az azért sok kérdést felvetett. Hát az ISIS magát vonta be. Igen, várjad úgy, hogy itt ugye az ISIS K, amit ugye itt most emlegetnek, ugye ez a tadzsik-afgán-türkmén háromszögbe fejt ki tevékenységet. Ott egyébként relatíve sokszor követel ezt-azt, egyébként, csak mondjuk ez az európai sajtóban nem szokott nagyon átszivárogni. Tehát ez egy létező szegmense az ISIS-nak. Egyébként nincs annyira előtérben, mint mondjuk a szíriai, meg itt a közel-keleti egyébként, de ez egy létező... Persze, világos, hogy egy sejt ez az. Egy létező sejt, ami egyébként relatíve aktív, és itt viszont nyilván ugyanúgy központilag irányíthatják, és egyébként most itt hozom ezt a 2016-os Donald Trump kijelentést, amikor ugye arra hivatkozott, hogy a Obama meg a Hillary Clinton hozta létre az ISIS-t, ez megvan 2016-ban, mondta még egyébként a kampányában. Nem fogom tudni felidézni, de elhiszem, hogy mondott ilyet, igen. Ez egyébként érdekes, tehát hogyha valóban Amerika hozta létre az ISIS-t, és egyébként... Hát McCain, ha emlékszel, találkozott is velük aktívan igen, azért. Igen, azért neki voltak piszkos ügyei a közel-keleten. Igen, meg ez nyilván nagyon érdekes, ez egy külön elemzést, hát meg külön műsort kívánna, csak innentől kezdve azt mondom, hogy itt belépett ebbe az ügybe az ISIS, onnantól kezdve el lehet képzelni bármit, hogy ezt mozgathatta Izraeltől, Amerikáig bárki. Egyébként ezeket a szálakat. Mondom, itt érdekesebb az, hogy mondjuk ez mit fog okozni az orosz közvéleménybe, meg egyébként az ukrán-orosz háborúban az is egy nagyon érdekes dolog, hogy eddig a világ közvéleménye az ugye most lesarkítva ukránokkal volt szolidáris. Most itt azért hirtelen, azért 135 civil áldozat után, és most itt azért most egy darabig, egy pár, most ezt nem tart évekig, de egy-két hétig, egy-két hónapig azért most szinten a szolidaritásnak a csírája azért Oroszország felé is. Te láttál orosz zászlós profilképeket a Facebookon, mert én nem. Jó, de mondjuk mondjuk azért az arab világban azért most ugye a felhőkarcolókat azért most orosz színre kivilágították, stb. Tehát azért ilyen sem volt eddig. Valamilyen szolidaritás csíra azért van. Nyilván ezt értem, én ezt is értem. Bocsánat, nagyon be vagyok rekedve azért. Semmi gond, de amúgy itt ülünk 15 perc, és úgy érzem, hogy ez nagy. Még másfél óra is kevés. Nem tudok ezt mit hozzátenni, mert ugye kb. Mindent elmondta, és abszolút hajlok a felé, hogy itt magyarázat szálak futnak, és ilyen pontokat kéne összekötnünk a sötétben egy fehér lapon fehér tollal. Tehát, hogy... De minden esetre, aki a közvélemény meg a közélettel kapcsolatban érdeklődik, az egyébként szerintem ezeket a geopolitikai mozgásokat most figyelje meg. Mert itt most, aki következőnek lép, ott az valamilyen irány. Tehát igen, most azt kell nézni, hogy ki lép legközelebb, és milyen irányba, és az azért eléggé indikálja ennek a háttérét, hogy az igazságot nem fogjuk megtudni, az, hogy konkrétan mi történt, mert az orosz egyet mond, a nyugat mást mond, az ISIS meg hagyjuk is az ISIS. Igen. Hát a műsoridőnk viszont lejárt, úgyhogy elköszönünk a hallgatóinktól. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, reméljük sikerült érdekes információkkal, gondolatokkal szolgálni vendégeinek, meg szintén nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltak, és itt voltak. Köszönöm szépen.